mi a következő tervünk? Nikolaj tábornok. Mihály ezredes, mindenképp át kell lépni a határon. De ez lehetetlen, tábornok. Nekünk nincs zöld kártya, nem engednek át. Nem érdekel, ezredes. Nekünk kell beszélni Viktorral és Péterrel. Indítsd a gépet! Хорошо! Nem indul. Könnyebb beindítani egy tankot, mint ezt a zsigát. Belágy! Akkor szedjük szét ezt az autót. Szedjük szét! Sziasztok, autókedvelők! Ma az autó témában egy Váz 2106. Valaki azt mondja, hogy ez ragacs, és senkit nem érdekel ez a kocsi. De megéri a figyelmet, mert egy 34 éves autóról beszélünk, ami full gyári állapotban van. Úgyhogy nézzük meg! Az 1006-os Zsiguli egész 1976-tól 2006-ig volt gyártási soron, bármilyen hihetetlen, de még 2006-ban is lehetett venni belőle újat. 1976-tól 2006-ig 4,3 millió példány lett eladva belőle. Ebből a típusból volt eladva a legtöbb Zsiguli. A gyártás során, mikor elkezdték gyártani ezt az autót, nagyon sok króm elemet használtak, de minél közelebb a 2006-os évhez, annál mindig kevesebb és kevesebb króm került az autóra, ezzel is csökkentve az árát a kocsinak. Képzeljük el, 76-ban a szovjet időben, mikor megvásároltuk ezt az autót. Ugye azért azt tegyük hozzá, hogy nem akárki vásárolta meg magának, de aki megtehette, az rögtön valami luxust kapott ebben az autóban. Azért, mert nagyon ritka volt, és nagyon viszonylag jól felszerelt. Nagyon sok króm elemet kapott a kocsi, ez is abban az időben nagyon nagy sláger volt. És még amire kitérnék, hogy hiába egy szovjet autóról beszélünk, nagyon sok gyártó csinált hozzá különféle elemeket. Úgy, ahogy a lámpák Csehországban gyártották, az ablaktörlőt Magyarországon, és nagyon sok elem van még a kocsin, amit külön-külön más országok gyártottak, és a Szovjetunióban lett összeszedve. A 2103-as után, az 1005-ös Lada után kaptuk meg a 2106-ot, aminek nagyon sok króm eleme volt, nagyon szerették abban az időben, ha megnézzük, még ezek a részek is itt krómból vannak. Más lett a lökhárító, egy picikét kapott ilyen műanyag betéteket az oldalán és a közepén, és egy picikét másabb lett a váznak, a Zsigulinak a jele. Ebben a Ladában már megkaptuk az 1006-os motrot. Ez volt anno a legnagyobb köpcentivel szerelt. Kaptunk itt majdnem 80 lóerőt ennél az autónál. Mivel 1006-os lett, az 1005-ös után dinamikusabb lett. Hiába csak egy kevésbé lett több lóerő, de dinamikusabb lett maga a kocsi. Az adott példány 30 ezer kilométert futott, és nézzük meg, hogy milyen állapotban van ez a motortér. A motorszám látszik. Minden felirat, ami még oroszul van ráírva. Szerintem ilyen példányt még csak találni sem lehet. Aki pedig Zsiguli kedvelő, az csak álmodik egy ilyen kocsiról, hogy ilyen állapotban legyen. A gazdának biztos nagyon drága volt, és nehéz volt találni egy ilyen példányt. Úgy képzeljétek el ezt a motorteret, hogy 1984-ben, ahogy ki lett bocsátva, ez mai napig, ez így néz ki. Ennél tökéletesebb állapotot szinte lehetetlen találni. Képzeljük el magunkat 1984-ben, ebben a rubinpiros Zsiguliban, hogy ez mennyire menő lehetett annó. A karosszéri elemek igazi vasból készültek, ahogy a szovjet időben annak rendje volt, mindent ilyen vaskosra csináltak, és olyanra, hogy
legalább 30-50 évet tudjon szolgálni. Megint csak az oldalán is kaptunk nagyon sok krómot a kocsin, és ami nekem különösen tetszik, a légkondinak a helyettesítője, kaptunk egy ilyen kis ablakot, amit ha kinyitunk és kifordítunk, akkor pontosan az arcunkban fog fújni a menetszél. Ez egy nagyon érdekes megoldás. Ha megnézzük ezeket a kilincseket is, akkor ahogy kinyissuk, érezhető, hogy ez nagyon megbízható, és igazi vasból ez nem műanyag, króm betétel, hanem ez igazi vas, króm. Az ajtó is úgy záródik akár csak egy új autónál. Még ez a légbeömlő is, vagy nem tudom milyen funkciót szolgál, még ez is krómból van, nem műanyag, ahogy gondolnánk. Aki ezeket a ladákat szereti, annak nem kell bemutatni, hogy mennyire gyorsul ez az autó, vagy hogy van benne légkondi, vagy elektromos ablak, hanem ez maga azt az érzetet adja, hogy visszakerülünk a múltba, és abban az időben valljuk be, ez egy csúcs autó volt. És aki mai napig meg tudta hagyni ilyen állapotba, azelőtt csak a kalapomat tudom megemelni, és respektelni neki, azért, mert ez egy nagyon nagy kincs a mai nap. Ez egy igazi régi vágású zsiguli, egy 1006-os Lada. Itt a csomagtartónál, ezeknél a kocsiknál ugye nem azt fogjuk nézni, hogy mennyit tudunk belepakolni, hanem azt, hogy milyen állapotban van, mert tényleg ez itt tükrözi az állapotát. Ha ezt itt felemeljük, akkor láthassuk, hogy gyári állapotú, és ahogy elmondta nekünk a gazda, amelyik autóban benne van ez a szigetelés, akkor ez full gyári, ez nem volt még heggesztve, sem festve. Itt a csomagtartóban kaptunk a kulcskészletnek egy ilyen tárolót, egy ilyen táskát, ez is gyári. Ezzel lettek gyárilag lezárva az autók, hogy szállításkor senki ne tudja feltörni, vagy felnyitni a kocsikat, még ez is megmaradt benne. Itt láthassuk a színkódját a kocsinak, és ami még érdekesebb, a pótkerék is, az full gyári, amelyikkel míg kiengedték a gyárból, 84-be maradt meg, és a gazdának a garázsban megvan még a 4 gyári gumi is, amivel az autó volt szerelve. És itt található a gyári emelő és az autónak. Nyilván a gazdája lecserélte már a gumikat újakra, mert azért fő a biztonság, de a 4 gyári gumi, amivel ki volt bocsátva a gyárból, megvan mai napig. Az adott példány konkrétan egy 1.3-as motort kapott, és ahogy a feliratból is láthassuk, ez egy exportos autó, mert nem azt írja, hogy Zsiguli, hanem Lada 1003 és SL, azaz Superlux. Azért ez nem volt mindegy abban az időben. Ha megnézzük a hátsó lámpákat, akkor a 2106-nál volt az első példány, ahol egy lámpabúrát kapott, ahogy a tolatólámpa, a féklámpa, és még integrálva lett a rendszámtábla világítás is benne. És itt helyezkedik el a ködlámpája. Na akkor üljünk be ebbe a csodálatos gépbe. Hú, hallottátok, hogy záródott be az ajtó? Hú, ez a hang, ez valami lenyűgöző. Nézzétek meg, milyen kis vékony, kis kormányt kaptunk. Olyan, mint valami kis hurkaláb, vagy nem tudom micsoda, de nagyon, nagyon menő. Rögtön az a ilyen régi feelingje van, ez a ilyen egyágú kormány. De hogy mennyire vékony, az tök vicces. Külön van mindegyik műszeróránk a műszeregységben. Tank, vízhőmérséklet, olajnyomás, kaptunk egy fordulatszámmérőt, ami azonos az akkori Ferrarikkal, és egy kilométer óra. És itt láthassátok, hogy 37.677 kilométer. Ha egy percre halkan maradunk a kocsiban, akkor semmi más nem hallani, csak az órának a ketyegését. Hallgassuk! Remélem hallottátok ti is, itt ide rakták középre, hogy szerintem a hátul ülő nagybácsi az lássa, hogy mennyi az idő és elnek későn a szovjet megbeszéléséről. Itt az akkori klímának a vezérlője, hideg vagy meleg, nincs túl bonyolítva. Van benne elakadási jelző, és még egy szivargyújtót is kaptunk. Ez a piros lámpa, ez megmondom őszintén nem tudom micsoda. Itt van egy hamuzónk, és
ami a legérdekesebb, hogy a műanyag 84-es, de olyan állapotban van, mintha új lenne mai napig. Ha megnyomogjuk, akkor puha, és abszolút semmi recsegés vagy ropogás. Most üljetek be, srácok, a saját kocsitokba, mindegy, hogy mit használtok, és nyomogjátok meg. Nem fogjátok ezt az érzést kapni, komolyan. Kaptunk itt egy ilyen négysebességű sebváltót, ilyen jó hosszú karon van, mint az akkori mindegyik szovjet autóban. Kézifék, és hogyha megnézzük, még itt is ilyen bőr, de inkább műbőr hatású ajtókárpitok vannak, megint csak tele-tele krómmal, ahogy kívül úgy belül a kocsi. Látni, hogy abban az időben nem sajnálták rá az anyagokat, és maximálisan arra törekedtek, hogy mindent belerakjunk, és mindenből a legjobb minőséget. Ahogy megnézzük ezeket a króm kereteket belül, az ablakemelőkön, mindenhol ezt a gazdagságot lássuk. Mert ugye, valljuk be őszintén, hogy nem hétköznapi emberek használták ezt az autót abban az időben. A hétköznapi embereknek ott volt erre a zaporozsec. Ez pedig inkább ilyen orvosok, vagy valamilyen képviselők, és hasonló kategóriájú emberek használták abban az időben. Az ülések nagyon ilyen puhák, ilyen rugósak, nagyon klassz. Nézzük meg a tetőkárpitot, látni, hogy minőséges. Nincs se megrogyva, se lelógva. Ugye nagyon sok új Passat vagy Audinál már azt figyeljük egy 10 évesnél, hogy lelóg az a tetőkárpit, és kárpitoshoz kell vinni. Itt van, nézzétek meg, 84-es. Olyan, mintha tegnap gyártották volna. A kulcs itt bal oldalt helyezkedik el, mint egy Porsche. Nem semmi. Indítsuk be, és hallgassuk meg, hogy milyen hangja van. Ennyi pöcre beindul. Nem tudom, mennyire halljátok, de szinte nem is hallani a motort, hogy jár. A fordulatszám mérő az idegesen ugrál, mert már indulni akar, ki akarja ereszteni ezt a 80 lóerőt, hogy induljunk már neki útnak. Tudom, szúrjunk neki egy egyest, aztán nézzük meg, hogy milyen menet közben ez az autó. Á, gyerekek, ezt videón nem lehet átadni, ezt érezni kell, de ez valami fantasztikus. Főleg ezzel a kis vékony kormánya, aztán ez teljesen. Nyomunk egy indexet, hú, barátom! Na, hogyha nem jártatok még sose Ladával, akkor ajánlom nektek, hogy próbáljátok ki, mert ez egy élmény. Ezt ki kell próbálni, hogy érezhessétek ezt a kocsit. Ez a kis kormány, a kerekek olyan könnyen forognak el, hogy szinte nem is érzed a kátyukat. Egy kézzel persze. Nehéz vele kanyarodni? Hát, srácok, én csak azt tudom ajánlani nektek, hogy mindenféleképp, hogyha nincs is Ladátok, akkor legalább kérjétek el valamelyik ismerősötöktől, vagy valahol kerítsetek már csak azért is, hogy kipróbáljuk ezt a feelinget. Mert ez már nem autózás, hogy elmegyünk valahova a boltba bevásárolni, ez már egy élményutazás. Ahogy vissza az időben, úgy számunkra is. Mert annyira átadja ennek a régi autóstílust, hogy fú, komolyan mondom. Apámnak volt régen egy 24-es Volgája, hát akkor nem tudtam ennyire élvezni. Most nagyon sajnálom, hogy nincs meg ez a kocsi. Gyere Mihály, ülj be! Próbáld ki, milyen! Nagyon érdekes, nagyon érzés benne ülni. Ezeket nem egy Hyundai vagy Merci. Igen, hát ha például az édesapámnak maradna, apámnak maradna egy ilyen zsigulia, akkor megmondom őszintén, hogy szívesen vezetném, és nagyon örülnék neki, mert modern autó az modern. Ülve ebbe az autóba teljesen mást érzést kap. Mint ahogy mondtad, hogy visszautazol a múltba. Ja, ja, ja. Nekem gyerekkorom jutott eszembe, mikor apámékkal épp fürödni mentünk a strandra, meg ilyenek. Nagyon klassz, nekem nagyon tetszik. Ha visszaemlékszek, én egy 7-es zsigulival tanultam meg vezetni, és én nekem csak tisztelet van ezekhez az autókhoz. Hát igen, meg a gazdájukhoz, hogy meg tudták becsülni ilyen állapotban, mert az sokan igaz. Úgy vannak vele, hogy
ott rohad el, eladjuk fillérért. Pedig ha megnézzük, akkor egy olyan élményteli autó, hogy ezt nem lehet semmi mással szerintem összehasonlítani. Köszönjük, hogy velünk voltatok, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és légy szíves, írd le a kommentbe, hogy milyen autón tanultál meg vezetni. Hamarosan még több és érdekesebb videó várható a csatornán. Köszönjük Sziasztok. Szépen! Sziasztok!